Sziasztok! Ma a Csigabiga Alapítványnál vagyunk vendégségben. Maga az alapítvány gyerekek, fiatalok fejlesztésével foglalkozik most már közel 20 éve, hogyha jól tudom, 2004 óta. Igen. Gondolom a tevékenységeitek köre az elmúlt majd két évtizedben jelentősen bővült, illetve ez igazodott a szakembergárda is. Megkívánja a mai generáció ezt a bővítést? Most már van tapasztalatotok ugye az évek folyamán, nem tudom, hogy ki fog válaszolni, de szerintem Renni. Mások a mai fiatalok, mint annó, amikor kezdtétek egyáltalán az alapítványi munkát? Igen, folyamatosan változnak az igények, folyamatosan változnak a szükségletek, és ehhez próbálunk mi is igazodni, bővíteni a kínálatunkat, és nullától 18 éves korig igazából minden fiatal kisgyermeket szívesen látunk. A generációba, a generációváltás, hát majdnem, hogy mondhatjuk, hogy volt generációváltás, mennyivel másabbak a mai gyerekek, milyen problémákkal küzdködnek? Hát bejött a digitális világ. És a digitalizmus nagyon sokat rontott sajnos ezen a dolgon, és az nagyon sokat számít ezáltal a nehézségekben. Ez mit jelent, így kifejtenéd egy kicsit? Hát nagyon sok a megkésett beszédfejlődésű gyermekünk. Ugye a digitális világban a gyerekek élő szót sokkal kevesebbet hallanak, és ez sajnos a beszédfejlődésre nagy hatással van, illetve a mozgásra is ezáltal, hiszen sokkal többet ülnek képernyő előtt a mai gyerekek, ahelyett, hogy kint játszanának a természetben, mint az előző generációk. Mert ez kényelmesebb a szülőknek? Szerintem kényelmesebb talán a legtöbb szülőnek. Más világot élünk, én úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy csak a kényelem, hanem a napi rohanás is ezt követeli meg, és erre nagyon nehéz odafigyelni. Miben mutatkozik meg ez, mikor lehet rögtön észrevenni azt, hogyha valami probléma van, vagy mire kell figyelni egy kisgyereknél, vagy egy iskola előtt álló fiatalnál mondjuk? Én úgy gondolom, hogy folyamatosan vannak jelek, az első pillanattól kezdve lehet akár egy mozgáseltérés, egy beszédfejlődési eltérés, iskola előtt a részképesség zavarokban akár, vagy a részképességekben, de ha bárkinek kétsége van, én úgy gondolom, hogy minél előbb praktikus felkeresni egy szakembert, aki akár megnyugtató választ ad, és nem kell aggódni, akár hogyha problémát lát, akkor lehet elkezdeni a fejlesztést a gyermeknek, és akkor el lehet indulni egy jó úton. Minél korábban kezdünk egy fejlesztést, annál hatékonyabb tud lenni. Sokszor csak a gyereken múlik, hogy valami probléma van, vagy pedig a családon belül van egy olyan ráhatás, amitől a gyereknek problémája lesz. Hát úgy gondolom, hogy a gyermek azért egy tükör, és a családi életet is visszatükrözi, és adott esetben előfordulhat, hogy a családnak van szüksége bármilyen terápiára. Ezt így tudjátok finoman így közvetíteni a szülőknek, hogy mennyire elfogadóak ezzel kapcsolatban. Nehéz, ez mindig nehéz. Én mindig azt szoktam mondani, hogy miénk a hálátlan feladat, amikor el kell mondani, hogy probléma van egy gyerekkel, vagy probléma van a családban, de igyekszünk segíteni, megérteni, illetve a megfelelő szakemberekhez irányítani a szülőket és a gyermeket is. Te pontosan mit végzel itt ebbe az alapítványban? Mi a te feladatod? Milyen típusú gyerekekkel foglalkozol? Kiknek segítesz? Én logopédus vagyok, illetve mellette a korai fejlesztésben és a nevelési tanácsadásban is vállalok szerepet. A diagnosztikai rész pedig mindenhez hozzátartozik. Akkor ráteszem a fejedre a felülhallgatót. Figyelj, mindjárt állítunk rajta, egy kicsit úgy. Elindítom a szavakat, és akkor megismíted, amit mondott. Igen. Megy. Ügyes. Híp. Nagyon jó. Bú. Ügyes vagy? Ász. But. Szél. Víz. Víz. Nagyon ügyes. Bőb. Ügyes voltál. Logopédiára kb. Milyen időtartamban járnak mondjuk a gyerekek? Picik persze aranyos pöszén beszél, racsol, stb. Stb. De ez elhúzódhat egészen akár kamaszkorig?
Hát, az az igazság, hogy sajnos most már egyre hosszabb ideig húzódik el. 5 éves korig élettani pösszességről beszélünk, 5 éves kor előtt nem javítunk pösszességet, addig magától spontán javulhat, és 5 éves kor után viszont már, hogyha még mindig vannak torz hangok, vagy bármilyen más hibás ejtés, akkor fontos, hogy logopédus lássa el a gyermeket. Az ideális a heti 2 óra lenne, legalább ahhoz, hogy ez egy hatékony terápia, de heti 1 órában is már tudunk eredményeket felmutatni, de azért az a tapasztalat sajnos, hogy itt egyre hosszabban tartanak ezek a terápiák. Nagyon-nagyon jó tapasztalataink vannak, amikor mozgásfejlesztéssel egészül ki, és komplex terápiában részesítjük a gyerekeket, és több szakember dolgozik együtt, nagyon le tudja rövidíteni a terápiás időt. Ez mit jelent, hogy mozgásfejlesztésre? Tudnál példát mondani rá? Hát ezt Anitának adnám át inkább a szót, hogy az alapozó terápia az egyik ilyen kimagasló. Tehát többféle mozgásfejlesztés és mozgásterápia zajlik az alapítványnál, egészen a piciknél, akik a konduktorok foglalkoznak a kisebb gyerekekkel, alapozó mozgásterápia, KMT, DC, TSMT, tehát nagyon-nagyon sokrétű mozgásfejlesztés történik, általában itt kezdjük el a fejlesztést, ez az alap a mozgásfejlesztés, és akkor erre épül rá többi, e köré a többi fejlesztés, például logopédia, vagy kutyás terápia, pszichológiai tanácsadás, vagy terápia, tehát nálunk mindig egy komplexen tímmunkába történik a gyerekeknek a fejlesztése. Annak idején ti miért ezt a szakmát választottátok? Ez most fogos kérdés, ezt nem beszéltük meg. Nem, de ez furcsán fog hangzani, mert igazából az, hogy az ember a gyerekeket szereti. És ez mindig, amikor felvételi volt, mindig megkérdezték, és akkor ez egy olyan sablon válasz volt, de aztán így már így ilyen több mint 30 év után a pályán tényleg valóban, hogy ez az alap. Volt nehézség, vagy mi a nehézség ebben a szakmában? Sok nehézség van. Nagyon nehéz, amikor egy problémával kell szembesíteni a szülőt, talán ezek a legnehezebb dolgok, amikor életük szemefényét ránk bízzák, hogy valami, és mi azt kell, hogy mondjuk, hogy probléma van, mikor ide jött vele, és el kell, hogy mondjuk, hogy adott esetben kiegészítő vizsgálatra, akár szakorvosi segítségre van szükség, illetve, hogy akár olyan probléma van, amit a gyerkőc adott esetben nagyon hosszú ideig fog magával cipelni, de igyekszünk támogatni őket ezen az úton, és ez viszont ugyanakkor a szépsége is ennek a szakmának, hogy végig tudjuk kísérni, és látjuk a fejlődést, és óriási eredményeket tudunk hozni. Ha olyan sejemkendőt húzol, amelyiken egy csont van, akkor adhatsz neki egy jutalomfalatot. Úgy is adhatod neki a jutalomfalatot, hogy a két ujjaddal, akkor biztos, hogy meg fogja fogni a fogaival az ujjaidat, de nem harap meg. De ha nem szeretnéd, hogy a foga hozzád érjen, akkor a tenyeredbe rakod a jutalomfalatot, és úgy adod a szederkutyusnak, jó? Na, milyen kendőt húztál, Lujza? Kutyust. Akkor emlékszel rá, mi a feladat? Azaz, kerüld meg a szederkutyust. Jó, odaadhatod. Kapcsolatba álltok ti ilyenkor az oktatási intézményekkel, mint egy óvoda vagy egy iskola esetleg, amikor az adott gyerek ide járt? Tudtok segítséget kérni a gyerekfejlesztésével kapcsolatban ott is, ahol mondjuk szinte egész nap tartózkodik? Tanácsot szoktunk nagyon sokszor adni. Előfordul olyan is, hogy ha az intézmény és a szülő is partner, akár hospitálni is el szoktunk menni a gyermekhez, illetve ott tanácsotban részesítjük az ott dolgozók óvónőt, tanítónőt, akinek szüksége van rá, hiszen a gyógypedagógus egy kicsit másként látja a gyermeket mindig. Most lefeküdt szeder a kutyus ide, de a kutyák is aktív részesei annak, a ti munkátoknak. Erről egy kicsit beszélnétek, hogy ő egy terápiás kutya tulajdonképpen. Ő mibe segíti a ti munkátokat, vagy az összes többi kutya, aki itt van az alapítványnál? Hát igazából nálunk a terápiás kutyák szinte minden fejlesztési folyamatba részt vesznek. Az évek során nagyon sok szakmai programot dolgoztunk ki, tehát a kutyusok nem csak úgy vannak jelen, hogy a gyerekek simogatják, ami nagyon jó, hanem konkrét feladatokat, fejlesztési terveket állítottunk össze. Az évek alatt nagyon nagy eszköztár is jött össze, amiket kimondottan a kutyás terápia foglalkozásokon alkalmazunk, és hát ez mellett
a kutyusokkal folyamatosan foglalkozunk, hiszen ahhoz, hogy levizsgázott egy terápiás kutyus és bejöhet a gyerekekhez, ez mellett velük még folyamatosan foglalkozni kell, képezni kell őket, tehát ez egy folyamatos tevékenység még a foglalkozások mellett. Nagyon laikus kérdés, de és csúnyán fogok fogalmazni, vagy nem szakszerűen, de honnan szereztek ilyen kutyákat? Gondolom, kölyök kutyakorba el kell kezdeni már a tréninget, de honnan? Egy kölyök teszttel, amit át is adok Reninek a szót, mert ezt ők csinálják a férjével, ők is az alapítványnál. A lányunknál a retriverekre van kidolgozott, Németországból behozott teszt, ahol igazából 6-7-es korban teszteljük a kölyköket, és az alapján választjuk ki erre a munkára legalkalmasabbakat, de ezen felül is azért alapítványunknál nagyon sok fajta tiszta kutyus van, nem csak retriever, hanem nagyon sokféle, és sokszor bizony akár 9 hónapot is várunk egy kutyára, hogy a megfelelő idegrendszerű szülőktől tudjunk választani kölyköt. Mi kell, milyen tulajdonságokkal kell, hogy rendelkezzen egy kutya? Érdeklődnie kell már kicsiként az emberek iránt, az emberközpontúsága nagyon fontos, de ugyanakkor nyugodtnak kell lenni, és az emberre kell támaszkodjon. A teszt során is nézünk olyat, hogy mennyire keresi az ember kapcsolata, emberrel való kapcsolatot egy 6-7-es kölyök, ahol még leginkább ösztönöket nézünk, mert utána a növekedés során a kutyusnak is van kamaszkora, úgymond, ahol változik, illetve megnézünk hangreakciókra, félelmi reakciókat, fájdalomtűrést nézünk a vizsgálat során, és ebből adódik össze a sok-sok apró lépésből és megfigyelésből, hogy melyik lehet az a kölyök, aki a leginkább alkalmas egy ilyen kölyökteszt során. De persze ezen kívül is lehet, mert előfordulna, vagy vannak azért mentett kutyák, és többféle terápiás kutya, de nálunk az alapítványnál a legjellemzőbb az, hogy pici korban és választott kölyköket hozunk. Hány kutyával dolgoztok? Hát most jelenleg 23 vizsgázott terápiás kutya van, az ország több területén dolgoznak ők, és most körülbelül 10 kutyusnak a felkészítése történik. És a gyerekek hogy viszonyulnak hozzá? Tudom, hogy a legtöbb kisgyerek azért rajong a szőrös kis kutyákért, meg simogatni, meg húzni, nyúzni őket, de azért van olyan, aki szerintem fél tőle, vagy óckodik tőle. Vannak olyanok, egyébként a legtöbbször azt veszük észre, hogy ez a félelem is a szülőtől jön. Hogy a gyerek addig fél, amíg a szülővel van, és a szülő is a félelmét mutatja, ez a leggyakoribb, és ahogy a szülőről leválasztódik a gyermek, és bejön, és a többi gyerek már nem fél a kutyától, sokkal bátrabb lesz. De egyébként az a megfigyelésünk, az a tapasztalatunk, hogy egy-két alkalom után már akár önállóan dolgoznak a kutyával. A félős gyerekek is. Mi szükséges ahhoz, hogy egy kutya itt dolgozzon a gyerekekkel? Azért itt csak ricsaj van, csak húzzák a szőrét, a fülét, a minden, nyúzzák. Milyen akkreditáció vagy vizsga kell ahhoz, hogy részt vehessen itt a gyerekekkel való munkába? Ez egy hosszú folyamat, mire egy kutyából terápiás kutya lesz. Kezdődik, amit a Reni az előbb említett kölyök tesztel. Ezt követően pedig körülbelül 2 éves folyamat, mire az első körös vizsgát a kutyával le lehet rakni a felvezető. Tehát a 2 körös vizsgát kell teljesíteniük a terápiás kutyáknak, ez egy szigorú törvény szabályozás alapján, állategészségügyi előírások vonatkoznak rájuk, és ezt az igazolványt, ezt 2 évente meg kell újítani, hiszen 2 év alatt sok minden történhet egy kutyával, úgyhogy ez egy folyamatos készültséget jelent a felvezető számára is, illetve hát, amit mondtam az elején, terápiás kutyákkal folyamatosan készülni kell, tehát az órákon kívül, tehát amikor a gyerekekkel foglalkozunk, azon kívül is folyamatosan foglalkozni kell velük. Minden kutyának van egy gazdája, és csak annak a gazdának fogad szót? Nem. Vagy, mert itt most tudom, hogy Szeder a te kutyád, de Reninek is ugyanúgy szót fogad, tehát hogy kölcsön adjátok egymásnak? Igen, most ez ilyen... Ez fontos, hogy a terápiás vizsgának egy része ez is, hogy idegennek kell elmenni a terápiás kutyának. Ugyanitt a foglalkozáson is, hiszen a gyerekek is elviszik különböző feladatokra, és ez nem minden kutyának könnyű, tehát ezt is meg kell szokniuk, tehát nagyon nagy bizalom van a gazda,
és a terápiás kutya között, hogy ő mindig minden körülmények között megbízzon bennünk, hiszen ugye mi nem csak ebbe a megszokott környezetbe dolgozunk velük, hanem nagyon sok intézményben járunk, nagyon sok felkérést kapunk, tehát nagyobb családi rendezvényeken, ahol mondjuk színpadra kell fölmenni, hangosítás van, tehát nagyon sok mindenhez kell hozzászoktatni őket, ez is egy hosszú folyamat, tehát a padlóhoz, a kőhöz, a fűhöz, a kavicshoz, a színpadon, a dobogafa, vagy egy nagy sportcsarnokban például teljesen más hangok vannak. Ez mind hozzá kell szoktatni a kutyákat, és ez, amit a Reni említett az elején, tehát az a kölyök teszt, ez ezért fontos, hogy alapban ő az idegrendszer erre alkalmas-e. Tehát nagyon fontos, hogy a kutya ezt szívesen csinálja, és ezt a vizsgákon ezt nézik is, hogy ő valóban ezt szívesen és örömmel végzi ezeket a feladatokat. Kicsit visszakanyarodnék a gyerekekhez. Mi a felső korhatár? 18 éves kor. És egy kamaszt mivel tanácsolnak ide? Mivel küzdködnek a kamaszok? Nagyon sokszor jönnek a szülők akár pályaválasztás kapcsán is, illetve azért van, amikor az alsóban még el van a gyermek jobban, de akár egy olvasási, írási nehézség felsőben súlyosbodhat, vagy egy tanulási nehézség, amikor több önállóságra van szükség. Egy pátyolgató tanítónéni sokat tud segíteni egy kis közösségben, de amikor bekerül a gyermek egy nagyobb mókuskerékbe, és egy nagyobb követelményrendszerbe előfordulhat, hogy ott súlyosbodnak a problémái, és azzal keresnek meg minket a gyermekek és a szüleik. Megnyílnak ők? Vagy lehet velük dolgozni? Vagy... Lehet. Általában őszinték jönnek, mi mindig beszélgetünk velük, hiszen ők már nagyok. Ővelük már őszintén el kell mondani, hogy mi az, amit találtunk problémát, meg ugye ők velük vesszük fel a teszteket a vizsgálatok során. Nem is biztos, hogy mindig benne a szülő már egy ekkora gyereknél, mert nem biztos, hogy az a legjobb egy kamasz gyermeknek, és csak utána mondjuk el a szülőnek, hiszen meg kell osztani a szülővel is, és én nekem az a tapasztalatom, hogy megnyílnak. Lehet, hogy az elején félénkebbek vagy bizonytalanabbak, hogy mi is vár itt rájuk, de én úgy gondolom, hogy a légkört meg tudjuk teremteni, és ezáltal megnyílnak. Van házi feladat is, idézőjelbe véve, amit ti adtok így útravalóul egy-egy ilyen foglalkozás után, bármilyen fejlesztés kapcsán? Nagyon ritkán, igazából logopédiából én akkor szoktam adni, amikor már teljesen biztos egy hangban a gyerek, és az automatizálási folyamat megvan, és akkor a foglalkozás végén a szülővel átvesszük azt, hogy mi az, amit számon lehet már kérni a gyermeken, és azt hogyan. És csak akkor. Akkor mosolyunk és csücsörítünk először szélesre a szánkat, picire, szélesre, picire. Azaz, nagyon jó. Körbe sétálunk a nyelvünkkel a számon. Először a kismanó kívülről körbe, mint a kirúzsoznánk. Nagyon jó, lihegjünk, mint a kiskutya. Hogy liheg a szedet? Azaz, nagyon ügyes. Jó, köszönöm. Gombócot csinálunk. Itt a gombóc, ott a gombóc. Nagyon ügyes. Mindegyik oldalra. Nagyon jó. Kanálnyelvet fogunk csinálni. Hadd nézzek egy szép kanalat. Kidugjuk, és beleteheted a gumicukrot. Ki. Be. Ki. Előre. Semmi baj. Előre. Jó. Vissza. Jó. Ki. Be. Oké. Megehetett, tiéd lehet az. Ügyesen, kicsit nagyobb volt. Képeket hoztam. Jó. El kell döntened, hogy berregős, vagy nem berregős. Jó. Mi ez? Létra. Van benne berregő? Igen. Akkor a toga. Párna. Van benne. Akkor tegyük oda. Mi ez? Toll. Van benne? Nincs. Akkor erre az oldalra. Mi ez? Tányér. Hova tesszük? Van benne. Óra van benne. Uh-huh. Ló nincs benne. Tudod mi ez?
Nem. Pap? Lam. Paplan. Mondjuk ki egybe? Paplan. Hova tesszük? Így van. Így van. Most véget ért a nyári táborotok, vagyis hát a héten véget ér. Ilyenkor a nyári tábor az mennyivel kötetlenebb, mint mondjuk egy normál foglalkozás? Mivel színezitek meg a tábort? A nyári táborokban nagyon sokféle programot tudunk nekik biztosítani. Igyekszünk színessé tenni mindennapjukat. Csempészünk bele apró fejlesztéseket is, de főleg a hasznos időtöltés és az úgymond kütyümentes hét a nagyon fontos célja ezeknek a táboroknak, hiszen itt is nagyon nagy tér van kinn, és a friss levegőn is tudnak játszani, itt benn is tudnak játszani, a nagyon sokféle programot, állatos foglalkozást, akár színházi előadást és sokféle programot biztosítunk. Van visszajelzésetek arról, most itt a kütyüket, hogy megint említetted, mert azért a legtöbb gyerek kezébe oda van ragadva a telefon, a táblagép, a számítógép, a bármi, hogy annak köszönhetően, hogy ide járnak, egy kicsit másfajta szemléletben foglalkoztok velük, hogy esetleg redukálódik a kütyüzés otthon? Erről kaptak vissza jelzést? Nagyon sokszor tanácsoljuk ezt a szülőknek, hogyha olyan problémát látunk, és jó tapasztalatunk van, a szülők megfogadják azért a tanácsainkat, ha már ide járnak a gyermekek, és igyekeznek ezt betartani. Milyen hatásai vannak, mondjuk aki túl sokat játszik mondjuk egy számítógépen, milyen hatásai vannak? Hát ez életkor függvénye is, illetve az, hogy milyen játékot játszik, vagy mit néz azon a készüléken. Lehet akár egy agresszió, egy bezárkózottság, de akár ma már nagyon elterjedt kicsikorban ez a digitális autizmus. Az mit jelent pontosan? Hogy maga ez az eszközök váltják ki azt, hogy olyan, mintha autista lenne a gyermek, de igazából csak bezárt világban él, a digitális világban él. Az azt jelenti, hogy nem kommunikál, úgy, vagy nem figyel? Vagy... Így van, ez mind-mind része ennek. Tehát, hogyha otthon valaki ezt észreveszi, hogy a gyereke egy kicsit így magába van fordulva, akkor gondolhat erre, hogy itt... Akkor érdemes átgondolni az életüket, hogy nem ez is játszik ebben tényezőt. Azt a mindenit. Sok gyereket érint? Kutatások vannak erre ma már igen sok, és egyre nő a számuk. Milyen programokkal szoktatok még készülni évközben? Említettetek egyszer egy családi napot. Hogy van olyan, amikor a szülőkkel együtt jönnek a gyerekek, és úgy van valamiféle programrendezvény? Igen, hát amennyire az időnk engedi, és meg tudjuk szervezni ezeket a programokat, akkor igen, szoktunk minden évben több alkalommal ilyen családi napokat szervezni, ahol a terápiás kutyák is természetesen aktív részesei, és itt a gyerekek a szülőkkel együtt vesznek részt a különböző kis foglalkozásokon. A legközelebbi ilyen esemény nálatok? Most őszre tervezünk egy ilyen családi napot ismét. Hát köszönöm szépen akkor a beszélgetést, mert sajnos lejárt az időnk. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. És további jó munkát nektek, a nézőknek köszönöm a figyelmet, viszontlátásra.